Minden olyan rendezvény erősíti a helyi kötődést, amely helyi személyiségeknek, történelemformálóknak állít emléket. Tuba János a legpéldamutatóbbak közül való. A nemzetőr parancsnok 1956-ban betöltött szerepe példát állít a paksiak és az egész ország számára is, mondta el köszöntőjében Telledit, a Csengei Központ vezetője, a Tuba János vers és prózamondó versenyen. A mai versmondó verseny nem rendhagyó alkalom, hanem terveink szerint minden évben megrendezésre kerül 1956. október eseményeinek megelevenítésekor, illetve az emlékhéten, amely szintén nem rendhagyó dolog ebben az évben. Azt gondolom, hogy feltétlenül meg kell emlékeznünk azokról a helyi hősökről, mint például Tuba János, aki 1956 kapcsán azért írta be a város történelmébe a nevét, mert nemzetőr parancsnokként gondoskodott arról, hogy ebben a városban azon a napon, az októberi események kapcsán nem történt vérontás. Az emlékhét keretében meghirdetett megmérettetésre bármilyen szabadon választott verssel vagy prózai művel jelentkezhettek a versenyzők, amelynek szellemisége, üzenete az 1956-os magyar forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódik. Az irodalom az mindig nagyon nehezen szivárog be az irodalom tanításba. Hát ez egy eléggé lassú egy szerkezet. Ezek a művek, ezek végül is ebben a tekintetben nem olyan régen, egy-két évtizede kerültek be, ugye a köztudatba is kerülnek elő egyre másra, úgyhogy nagyon lassan szivárog be, de természetesen a felelős irodalom tanító az igyekszik ezt a területet is a lehető legszélesebb körűen megtanítani, megismertetni azokat a műveket, amelyek ezeket a dicsőséges, majd tragikus napokat övezik. Három kategóriában nevezhettek a versengésre. A felnőttek és középiskolások mellett az általános iskola felső tagozatosai szavaltak. Ken Balázs a Deák iskolából irodalom tanára javaslatára Jobbágy Károly a Rádió mellett című versét választotta. Azt mesélte, iskolájukban és családjukban is őrzik egykori tanáruk Tuba János emlékét. Róni beszélnek minden nyelven, sikong az étel, és csodál. Dávid harcol Góliát ellen. Népmilliók aggódva nézik, hányan indulnak halni még, s küldi a nép ifjú vitézit. Igazi 56-os vers, ezért választottam, és Tuba János 56-ban, meg annál tovább is iskolánk tanítója volt, és a mamámat, dédi mamámat, papámat, apukámat és az anyukámat, de még a nagynénimet is tanította. A versünnepen köszöntötték az egykori nemzetőr parancsnok lányát, Tuba Ágnest, és unokáját, Bodajki Balást. A szavalatok után minden nevezőt jutalmaztak. 56-os könyvet kaptak ajándékba a zsűri szakmai értékelése mellé. Ennek a évnek a kapcsán elgondolkodtam azon, hogy a versmondás, tehát maga ez a megmérettetés, mert versenynek nevezzük, nem írta ki magát a köztudatból. A jelentkezők száma alapján természetesen nem, de mégis komoly evangelizáció szükséges ahhoz, hogy egy versmondó versenyre megfelelő jelentkező érkezzen. Éppen ezért tartom fontosnak a versmondó versenyek megszervezését, tehát mi itt közművelődés intézményként nem fogjuk feladni azt a fajta küldetésünket, hogy az irodalom, a képzőművészet, a tánc és a zene ezeken a falakon belül megtalálható legyen. Legközelebbi versünnep a Ki mit tud lesz a Csengei Központban. A programra november 10-éig várják a nevezéseket. A jelentkezési lap letölthető a ház honlapjáról.